Ja. Jó, papa. Jó, fia. Már az így csalakul nagyba, hogy a csaprófának így az összeaprítása. Azért ez jó kis csömberes adag, nagybaú fakse. Das ist fakse? Fakse? Ebből mondjuk egy 4-5 doboz, ez jó kis férfias csadag. Ne légy hagyja. Beszettük meg a szegybe, mert mit Ez is csihánycsuló nagybarta, és újra cselentkezni. Újra cselentkezek, de lauh, de. Na, voltok egy kis sőhört, sör. Fakse. Faszasör. Egy liter. Nagyon odabb az. Egy kis jó kis rohadtkörté. Rohadtkörte. Plusz. Gumi. Kapitalista. Kapitalista gumi. Jól dolgoztam. Emésszük meg föl együtt a kapitalista hulladékokat. Na, az egyetnek a csőnyeget. Most csaprogatom ugye a fát. Kapok értek vettét, ebből hört bor. Bor ér minden, bazd meg. Szesz ér, szeszezet ér. Na. Az egyetnek a csőnyeget, hogy nagybaú Srivádba egy jó neveletű fickó írt nagybecsővelet, hogy mi a véleményem arról, mindjárt mondtok egy kis sör. Hogy szálábák, gyecebbek. Barna jó kis sör, fakse, fasza sör. Fasza. Ne csöpögjél túl drága volt a kurva édesanyádat, hogy basszam szájba? Na. Na de rövő. Az mennyei volt, bazd meg. Tehát az egésznek a csülege, Józsi nevezetű József csaláírása, nagybaú, egy fickó. Tehát József aláírása, nagyba írta, hogy mi a véleménye arról, hogy cölebek, a nagy cölebjeink úgybár, egymással csribarizálnak, hogy melyik hány milliót keres, bazd meg. Hát elve tisztelt Józsikám, nagybaú, köszönöm egyébként, hogy írtad ezt a levelet. Az a csényeg, nagy cölebek. Kit nevezünk egyébként cölebnek? Ilyen mindennapi esti sorozatoknak a trágyalé, semmit érő.
idézőjelbe színészeit, mert ezek, bazd meg, egyébként ezek nem színészek, tehát semmiféle színészi iskolát nem végeztek, egy csálogatása, egy válogatásom részt vesznek, azt mondják, te erre a szerepre jó leszel, minden nap egyébként egy órát semmiféle szöveget nem tanulnak be, bazd meg. Nézem még most, meg a Zápor Józsit is így nagyba egy összegetem, stb. Majd még, tehát semmiféle szörepeket, majd ebből a hátsó régi is fogok majd most már enni. De? Tehát semmiféle szörepeket egyébként nem tanulnak meg, stb. Tehát az az egészek egy lényege. Tehát ilyen, hogy szöreptanulás nincs, súgógépű, meg nagyon sokat is rögtönöznek. És súgógépű, stb. Mondják el napi szinten, nem is lehetne egyébként. Tehát ilyen, hogy is mondjam, tehetségtelen, senkiháziak csálogatáson, mondom, részt vettek. Ők gyakorlatilag semmiféle tudás, semmiféle színészi ambíció nincs egyébként bennük, gyakorlatilag súgógépről olvassák el a mindennapos szövegjeiket, bazd meg. Na most milliókat, milliárdokat egyébként fölvesznek a semmiért. Ezeknek egyébként egy rohadt megveszekedett piculát nem adnák, bazd meg. Mert egyébként minek? Most az bazd meg, hogy meg az országnak a nívóát és Magyarországnak be meg egyébként elrontsák, mit tudom én, minden van, gyakorlatilag nem akarok egyébként sorozatok, akik hétköznaponként mennek a kereskedelmi csatornákon. Nem mondok ki sorozatnöveket, stb. Mi a mindennyabb, gyakorlatilag 95%-a nem forog másul, mint a szexről, pornóról, nyíltan hirdetik a leszbikusságot, buziságot, semmit tevést, munkakerülés, stb. Tehát gyakorlatilag egyébként ezek, nem is tudom egyébként, ezek köreskedelmi csatornán egyébként lehet, hogy ez elmegy, stb. Én munkásra egyébként ezeket nem tartom egyébként egy nagy kalapszarnak, egy nagy vödör szarnak se, bazd meg. Mert egyszer egyébként így nullák, bazd meg. Egyszerűen nem nullák, két nullák, öt nullák, 20 nullák. Összeszedik magukat milliómosra, bazd meg. Tehát egyszer egyébként, mert ha legalább egy karizmatikus színészek lennének, bazd meg. De nem azok. Azt se tudják, hogy mi az a színészet is szakma, mondjuk én se tudom. De azért voltak itt azért magyar színészek nagyjaink. Nem akarok egyébként kiemelni, stb. De azért voltak nagy színészeink, bazd meg. Akik azért mit tudom én, oda tették magukat. Ezeket nagyba mondjuk, mit tudom én, mindenféle súgógép és izé nélkül bebasznám mondjuk, hogy egy két órás darabot játszon el a színházba. Két órás darabot, bazd meg. Ott szarná össze magát, bazd meg. És akkor ezek milliómosok. Színészek meg egyébként vannak régi öreg színészek, bazd meg, akik megtengődnek 30 000 forintból, bazd meg. Cölebek. Mi? Az, hogy bazd meg, mit ül cölebe egyébként al, énekes. Hát akkor voltak ezek a csénekes műsorok a kocsmában, a nagyban néztem, stb. Az egy szórakoztató iparban, meg semmiféle közeljük az énekesi műsoroknak a izéjába. Csirkevisítás, se hangjuk, semmi bazd meg. Azzal, hogy kirakják a kirakatba, meg a magazinoknak a picsadógaikról beszélnek bazd meg, hogy mit tudom én mondjuk. Attól még nem lesz egyébként valaki nagy színész, stb. Meg nagy művész. Hogy mit tudom én mondjuk a picsa dolgairól beszél. Hogy kiteregeti a szennyesit. Egyrészt egyébként szerintem egyébként egy... tehát ne teregesse már ki. Tehát a színészi a csalakításaival nyújtson bazd meg egy színész nagyot, vagy egy énekesnő, akkor az vagy egy énekes. A hangjával, bazd meg, nem azzal, hogy mit tudom én mondjuk
vonzódik a nő a nőhöz, kiderül, hogy mit tudom én, hát én mégiscsak izé vagyok, bisexuális, vagy mégiscsak-e, tehát ne ezzel bazd meg, ki a faszomat érdekli, bazd meg. Vagy jó tudsz énekelni, vagy egy nagy szar vagy, akkor húzd el a jó büdös kurva picsába. És ezek a sztárok, bazd meg. Na. Szégyen. Úgyhogy egyébként, hogy nem mondott, hogy milliómosok, stb. Igen, sajnos egyébként. El van. Semmit élő, szutyok, dökkutra való, ezék. És el is, és gyakorlatilag nekem ez a csülemém nem biztos, hogy mindent jól egyébként elmondtam. De szégyen egyébként, amit művelnek. Nem tudom. Ilyen limonádi sorozatoknak a legalja pont, bazd meg. De. Mennyit akadtam. Gumi ugye édes, úgyhogy egy kicsit egy kis sót is közabálom. Hogy emészteném föl őket? Na. Na, ennyi. Na, ennyi. Konyhát. Na, ma még csülentkezek. Na, ma.